Azt mondja, hogy... Iszikella. És mögötte jön Mark Webber. Webber nagyon-nagyon szépen autózik. Igaz, most nincs pontszerző helyen éppen, de végig a rajtól kezdve ott volt a 8. helyen. Nagyon stabilan és gyorsan jön, mögötte pedig a csapattárs David Coulthard, aki viszont parádésat autózott a nap folyamán. Tehát azért az is egy nem egyszerű kép, hogy ő elrajtolt a 21. helyről, Webber azt hiszem a 8. volt. Igen. A 8. helyről rajtolt Mark Webber, és Coulthard most ott van mögötte. És már előzik. Nem. Már de Gyula. De. Ő beesett ott a poros részen, amit nézegetett helytven. Hát Coulthardnak lecsukták a redőnyt. Hát ez gyönyörű. Aztán az egyébként nagyon szépen autózó Mark Webber a 21. helyről megérkezve körbeautózta. Na, ez csapaton belül is egy egész komoly tekintélyteremtés. Nem tudom, hogy ki volt kint kerékcserén, meg Igen. Ki nem volt kint kerékcserén, ki tankolt, ki nem tankolt, mert hogy a komputerünket ugyan nem fejelted meg. De ez akkor is gyönyörű, ez zajlott. Nagyon gyors Coulthard, tehát ő még nem volt kint kerékcserén szerintem. És ráadásul, nézzek, Webber belenézett a visszapillantó tükörbe, és nagyon nagy helyet hagyott neki, tehát lehet, hogy ez csapatutasítás volt, hogy akkor... Itt lehetett igen. látni. Nézd meg! Igen. Hopp, és hagyott neki egy nagy ajtót. Most a kérdés az, hogyha úgy látják a box utcában, hogy Coulthard gyorsabb, mint Webber, akkor arra számítanak, hogy most akkor majd ő fizikellát szépen elkezdi... gyapálni. Igen. Figyelj, nem tudom, hogy a komputerünk jó-e, de Coulthard is kim volt egyébként. Tehát egyedül Davidson az, aki nem volt még bent a boxban. És ehhez képest így is gyorsan, mint Webber, nem? Tehát David Coulthard eddig parádézik. És tényleg jön rá, és megy is rá fizikellára. Uh-huh. Nem, akit ma Coulthard meglátott, azt ilyen sasmadárszerűen be is terítette. Sasmadár, érte egy gyula sasmadár. Davidson. Most már ő is volt kint kerékcserén, nem zavart bele a képben. 8. ebben a pillanatban David Coulthard. Tehát már pontszerző helyre jött föl. Ez gyönyörű.